Hello, hello, szia, csoda szép napot reggel estét, bármikor is néz ezt a videót. Hát elképesztő napunk van, azt kell mondjam, hogy, hogy itt a Fed tegnapi kamat döntése és kommunikáció kapcsán, hogy azt vártuk, hogy akkor fog majd nagyon mozogni a piac, akkor lesz volatilis, és nem volt semmi volatilitás, szépen ment ö, föl a, az ár, ugye fölment 6-8 százalékkal tegnap, szépen le is lehetett kereskedni, ma viszont bezuhant a piac, oltári nagyot, sőt, egy hamis kitörésnek bizonyult ez a tegnapi Fed meeting get követő emelkedés. Én Nekler Miklós vagyok a CryptoMice csapatában, minden nap elhozunk neked a legfrissebb kriptóireket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi újdonságokat, hogy ezzel edukáljunk az internet óta létező legeslebb innovatívabb iparágról, ami egyébként nem más, mint az internet tovább a kriptovaluták által. Ide tartozik természetesen a bitcoin, a Web3 és minden, ami NFT is, mind-mind ide tartozik. Ugye, el kell, hogy mondjam, mielőtt tovább megyünk a kedvenc buborékos csártunkra, hogy ami ugye itt elhangzik a csatornán, az nem tekinthető, nem sem pénzügyi, sem befektetési tanácsadásnak, ez edukálás szolgál és szórakoztatást. Mindig tedd meg a saját kutatásod, de ugye nem elég csak megtenni a saját kutatásod, hanem nézd meg a saját pénzügyi helyzeted, és azt is nézd meg, hogy mit csinálsz a kriptoba. Hosszú távra fektetsz be, dollár átlagárasan vásárolgatsz és gyűjtögetsz a topcoinokból, rövid távon kereskedsz és használsz stop lossot, és tudsz technikai elemzés alapján kereskedni, vagy éppen mész és a DGN portfólióba, DeFi és mindenféle, egyéb nódok és passzív jövedelmi dolgokkal ö, ö, magas kockázatot válasz a magas hozam reményébe, vagy éppen ö, nft kbe hogy ugye ez mind-mind, ahogy így mentünk lefelé, mind-mind a tőke egyre kevesebb részét érdemes kockáztatni, de ezt saját magadnak kell eldönteni, hogy mikor, mivel foglalkozol. A lényeg, hogy kezeld a kockázatot, és ne fektes egy-egy dologba többet, mint amit nek az elvesztése nagy fájdalmat okozna, persze ugye mindig fáj bármi, az elmaradt haszon is tud fájni, erről szól majd ugye a félelem és a kablyság, amire mindjárt ránézünk. Bitcoin minusz 8%, voltunk 35.500-nál is, Ethereum 2745 dollárnál van, mínusz csak 6%, és látjuk a legtöbb altcoin, kedvenc altcoinaink, mínusz 5-10, némelyik 15 vagy 16% Minuszban, elképesztő, szóval amilyen ez zöldben volt tegnap, most ugyanolyan pirosban van. Kedvenc indikátorunk a kriptofélelem kapzsiság, hogy ezt még nem jelzi, majd két óra frissül, biztos, hogy benne, hogy lemegy 20 tájékába, mire nézett ezt a videót, tuti, hogy 20 körül leszünk, extrém félelemben, most csak 27-ten vagyunk, de már november óta itt vagyunk ebben a nagy félelemben, már nagyon-nagyon mindenkinek kezd el szakadni a célna. Igazából én azt gondolom, hogy ez, ezek a legjobb bevásárlási lehetőségek, csak ugye pont ugye a félelem miatt általában az emberek mindig fordítva működnek. Látjuk, hogy mostanában mindenki rossz kedvű, a csetekben, a telegramon, a, a, a Twitteren, a, a videó alatt üzenetekben, mindenhol, kevesebben foglalkoznak vele. Bezzeg novemberben, amikor csúcsokon voltunk, akkor mindenki full happy volt, és mindenki jött, és mindenki ebből beugrott, és befomózva bevásárolt, én azt gondolom, hogy ami ide is van írva, hogy amikor a befektetők nagyon félnek, akkor vannak a legjobb bevásárlási lehetőségek. A nagy vagyont nem akkor csinálod meg, amikor a csúcs közelében, a hype közepén vásárolsz, hanem akkor, amikor, amikor ilyen nagy félelmek vannak, persze tudjuk, hogy még az ár mehet lejjebb, mint ezt látjuk például a mai nap. 35.500-ra ment le a bitcoin, a dojos is leesett 1000 dollárral, és ez a legrosszabb korrekciós nap. 2020 óta, amit láttunk. Itt ugye még e, azt latolgatják, hogy 37.500-nál ez megáll, nem állt meg. Itt van egy e, havicsárt, ami viszont nagyon szépen 34.983-at mutatja, hogy ott zártunk, ott nyitottunk, hogy az egy fontos szint lesz, úgyhogy e, e, igazából azt érdemes majd nézni. Itt e, latolgatnak arról, hogy ellenállás és támasz, támaszt 36.800-nál lát, látják, ugye kb. pont most ott vagyunk valahol, illetve ellenállást 44.000-nél, a korábbi 46.500-ról 44.500-ra jött le, és ugye ezt abból látják, hogy itt mekkora bálna aktivitások voltak, akár ugye eladás, akár, akár ugye vásárlás kapcsán. Következő hírünk, hogy félúton vagyunk a Halving-hoz, ugye halving, amikor megfejeződik a bitcoin blokk jutalom, itt van egy csárt, ugye először az volt, hogy 10 percenként ugye jön létre egy blokk, 10 percenként 50 bitcoin ajándék a bányászoknak, majd ugye 25, majd 12,5, és most ott tartunk, hogy ez 6,25, és kettő év múlva, májusban ez le fog menni 3,125-re, és ez utána mindig 4 évenként le fog menni, le fog feleződni. És azt is látjuk, hogy a 2012-es felezés után 12 dollárról lett 127 dollár a bitcoin ára, 16-os felezés után 650-ről 758-ra, az nem sokat nőtt, majd ugye 2020-as felezés után 8800-ról 10943-ra nőtt ugye ez, hogy 150 nappal a felezést követően, de azért most jóval magasabban vagyunk. Ami fontos ugye, hogy a bányászati nehézség, a hashrate, amit itt látunk ezen a narancsárgával, ez viszont nagyon egészséges, szóval a bitcoin blokklánc, köszönjük szépen, jól van, közvetíti a tranzakciókat, csinálja, elosztott, rendben működik, nem áll le. Az, hogy az ár most ezt nem tükrözi, átmenetileg elvált az ár a hash de azt gondolom, hogy a Fontos, hogy a hálózat működjön, mert az kevésbé lenne jó, hogy pampolódik az ára, mint például néha a és közben meg hetedszerre áll le már idén a Solana blokklánc. Eközben ugye a Binance megörösíti, hogy 500 millió dollárt fektetett a Twitterbe Elon Muskkal együtt, szóval nem egyedül vette meg Elon Musk a Twittert, hanem 18 másik társbefektetővel, akik között ott van a Binance. És ott van a Szeckivia Capital, aki ugye egy nagy kriptobefektető, meg Venture Capital befektető technológiai cégekben, és itt van a Fidelity Management, aki ugye már tudjuk, hogy ö, nyugdíjba való ö, ö, ugye a Bitcoint, ö, ö, a nyugdíj alap, alapjuk a bitcoinba fekteti ugye, maximum 20%-át. Közben a veterán trader Tom Waze, aki általában medvész szokott lenni, itt nyilatkozik, hogy szerintem most egy ilyen dead cat bansz, az egy ilyen halott macska ö, ugrás vagy rugás látunk még. Egyébként ő fundamentálisan mindig bulis a bitcoinban, viszont a technikai elemzéses csártok alapján, amit most ő ezzel néz, azt mondja, hogy ez a zöld gyártya, amit itt látunk, ez egy négy napos, hogy ez egy dead cat bansz, és még megyünk majd lejjebb. Ellenállásnak a 41 ezer dollárt látja. Úgyhogy. Mm, Mostanában egyébként egész bullish volt, még pár hete, még, mindig, még, még ő is 100 ezer dollárról beszélt, minden esetre ugye itt vannak a mozgóátlagok nála, és berajzolvezek, ezek mind mozgóátlagok, nyomják lefele jelenleg az árat, de egyszer csak ugye megjön majd az a nagy trendfordító gyártya, és az a bullish felhalmozás, amit itt ugye látunk a különböző csártyain, de ez jelenleg még a bearish trend, és egy hamis kitörés, vagy más néven ugye, Dead cat bounce, dögött, macska, ugra-bugra. Na nézzük, Michael azt mondja, hogy a legkevésbé kockázatosabb dolog a nyugdíj a Bitcoin. Hurrá, ugye ezt azért mondja, mert a Bitcoin az, ami valójában egy digitális arany, ami, ami teljesen véges mennyiségű, mert ugye az arany sem véges, és a, ezzel lehet megteremteni a generációkon átnyúló vagyont. Ugye erről én mindig szoktam beszélni a gratis webináron is, apropó gratis webinár, a, Feltétlenül látogass el itt a korionio linkre a leírásba, és itt tudsz feliratkozni, itt beszélünk a pénz történetéről, aranytól a bitcoinig, és az internet jövője, a web3 és az NFT-k. E-mail címet kell megadni, és a nevedet, akár lehet ugye becenév is, és akkor a zoom linket, ahol a webinárt tartjuk, azt e-mailben kapod meg. Emellett egyébként, ha már kriptózol, akkor érdemes ellátogatni a Patreon csatornánkra, ahol ugye ma is posztoltunk, illetve holnap kikerül egy fundamentális elemzés, és ugye itt tudod megnézni, hogy miket nyújtunk. Különböző fundamentális elemzések, technikai elemzések, altcoin csártok, DeFi farmok, stékelések, nódok és különböző kedvezmények, mind a saját képzéseinkből, a partnereinkéből is. Kalkulátorok kerülnek föltöltésre, múltkor volt egy portfólió tervező táblázat, illetve ugye komolyabb tagoknak NFT-t is adunk, úgyhogy hajrá! Szóval, akkor hol tartottunk? Igen, hogy ugye Amerikában van ez a nyugdíj alap, hogy beletesz a céged, meg beleteszel te is, és hogy gyűlik a pénzed, és a fidelity ugye most elérhető, hogy 20%-át át lehet transferálni bitcoinba, és Michael Saylor ugye a bitcoint tartja itt a legkomolyabb eszköznek. Következőnk arról szól, hogy az egyik top kriptokereskedő azt mondja, hogy az altcoinok -ok hamarosan nekiállhatnak egy kis rallinak, hát ez most szerintem elmarad, hogy azt mondja, hogy egy 25-35 százalékos rally jöhet a következő napokban hetekbe, hogyha ez a támasz szint tart. Ez a támasz szint, ez kb. egy 900 milliárd dollárnál van, és ugye ez feltételezem a teljes piac bitcoin nélkül. Én azt gondolom, hogy ez most nem feltétlenül tartott, de majd ránézünk a csártra. Úgyhogy ő is ugye arról beszél, hogy a bitcoin tartja 38 ezer dollárt, akkor illetve 37.500 dollárt, akkor ö, számít erre az altcoin mini ralira, Hát ez nem történt meg egyelőre, pedig tegnap ugye már egy félig, majdnem megcsináltuk volna ezt a 25-35%-ot, hogyha ö, mondjuk ma folytatódik. Fontos hír, Coinbase ugye az egyik legnagyobb kriptovalet és tőzsde szolgáltató, főleg amerikai ügyfelekkel, de a világon mindenhol dolgoznak. A, Goldman sachs ugye a világ legnagyobb befektetési, egyik legnagyobb befektetési bankjával fog dolgozni, és a bitcoin a fedezett hitelterméket hoztak létre, úgyhogy a bank és a Coinbase közösen fog bitcoin a fedezett hitel konstrukciókat nyújtani, és ugye tudjuk, hogy már a bitcoin a fedezett hitelek már ugye több bank, nagy amerikai bank nyújtja. Következő fontos hírunk, hogy a Gucci, ugye ez a luxus divatmárka, Kriptó fizetéseket fog elfogadni, és ugye ő az utolsó, gondolom, akkor a többiek már elfogadtak, lehet majd bitcoinnal és 12 ö, 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 egyéb kriptóval fizetni, és már a, az alkalmazottakat képzik ki, hogy hogyan lehet tudnak kriptó, NFT, web 3 témákban ö, a, a, az ügyfelek rendelkezésére állni, és egyébként jönnek Pudgy Pingwins, és mennek a sandboxra is igazából ott vannak javában NFT-ben, Metaverse-ben, és kriptot fogadnak el, és azon, hogy ez a jövő minden márka ezt fogja -e csinálni. Most a luxus márket kezdtek, de majd jönnek a kínai, kínai cipők is. Na, elközben Németország kicsit kriptobaráttabb szabályzást hoz, Eddig a stékelés és a, a lendingből landingből származó, ugye a landing az, amikor lekötöd a, a bitcoinodat, kölcsönadod, és abból van plusz pénzed, vagy stékelsz valamit DeFi-ban vagy centralizált platformokon, és kapsz kvázi hozamot, kamatot, jutalmat. Itt 10 év volt eddig, hogy a 10 év után volt adómentes, most már egy év után adómentes lesz, és egyébként meg Németország szeretne egy kripto válni, és ott már Commerzbank is erről beszél, úgyhogy, de hát hogy itt azért Európában is múltkor. London mondta, hogy az akar lenni, a Svájc is többször mondta, Madeira. Madeira ugye már full, kriptoparadicsom lett, úgyhogy vannak mások is. Eközben egy francia bank a privát ügyfeleinek bevezeti azt, hogy bitcoin tudnak adni, venni és tárolni, és Európa megy előre. Franco örülünk ennek a hírnek, szuper. Oké, feltétlenül gyere a Twitterre, a Twitteren regisztrálj, becsinálj, fiókot magadnak, a kripto az itt történik a kövesd a kukac Miklós Denklert, kövesd a kukac Korion platformot, és a lézerpankot, amit ö, mindjárt meg fogsz majd találni itt le. Ö, nagy hír, ö, hogy a Starbucks NFT-ket fog ajánlani az ügyfeleiknek, szóval nem csak kávét kapsz, veszel egy kávét, aztán kapsz NFT-t, vagy veszel egy kávét, és nem sütit kérsz hozzá, hanem egy NFT-t kérsz süti formájába. Úgyhogy feltétlenül gyere! Egyébként itt állod a LaserPunk gác, LaserPunk alulvonal gác, feltétlenül kövest, hamarosan megvan a 100 követő, organikusan, hurrá! És jönnek majd a kollaborációk mielőtt a váltiszt helyeket elkezdjük kiadni. Lájkot mindenre ér nyomni! LaserPunk post uh, NFT-kről, stb. stb. Érdemes megnézni, ezen a link, linken találod meg az összes lézerpánkos linket. Na, a következő poszt arról szól, hogyha a bitcoin 25-27 ezer dollárnál lenne a legnagyobb fájdalom, mert itt van a legtöbb stop loss szint. Látjuk, hogyha itt nagyon leszúrnánk, akkor ezek a stop loss -ok, ami ugye egy pánik, hát egy, egy, egy zárási hullámot indítanak el, long pozíciók zárását ugye eladással lehet lezárni, akkor ez levinne 25-27 ezer dollárig és ott lenne a legnagyobb fájdalom. Kinek fájdalom, kinek öröm, hogy olyan olcsón vehet. Értem szerint, hogyha valaki kockázatot kezel, és mondjuk stop loss-a magasra van, akkor neki nem lesz nagy fájdalom. Nekem is ugye a tegnapi három trade közül kettő profittan zárult, egy stop, stop loss záró, de az a kettő profitos trade az sokkal többet hozott itt a, a céges számlára. Közben itt van ez a CNBC hír, ahol a milliárdosunk, dollárban milliárdos az ember, Paul Tudor Jones elmondja, hogy ebben a piaci környezetben igazából nem lehet, nem bulisnak lenni a kriptóban. Hurrá, menjünk tovább, nézzük meg, hogy mi történik a, mondjuk a Telegram munkom. ahol ugye néha, mondt mostanában is egy kicsit borús a hangulat. E, igen. Ez még ugye délután volt posztolva. Hogyha itt szépen tartjuk és fölötte zárunk ma, akkor mi történhet? Hát ez, ez már invalidálódott, viszont ami fontos, hogy pénteken, azaz amikor nézed ezt a videót, akkor 735 millió opció zárás jön. Egyébként nem is tartom kizárt, ugye mondjuk eset az egész piac, nem csak a, a, a bitcoin, de most biztos, hogy a medvék fognak az opciókkal keresni, a bikák nem, szóval nekik fog állni az ászló, Érdemes figyelni a TRX-et, ugye a trónnál jön ki egy decentralizált stablecoin, hasonló, mint a Terra Luna ökoszisztémába. Most valószínű, hogy a trón is bezuhant, azóta nem néztem, viszont ez lehet egy katalizátor neki az elkövetkező napokra, hetekre. Szerintem nagy api fognak kijönni trónfarmokon, itt ebbe a stablecoin ökoszisztémába, úgyhogy feltétlenül nézd ezt meg. Illetve gyere, nézd meg a pinelt üzeneteket, itt van a közösségi nódunk, a Strongnál egyébként szajlanak a fejlesztések, átalakult stronger és jön több olyan fejlesztés, ami azt hivatott szolgálni, hogy ez a projekt hosszú távon működjön. Például, hát most mi szenvedünk még a gázdiakkal, de már van olyan nódot lehet indítani, amivel akár rengeteg nódot egy gázdíjal le lehet hívni, és ugye limitálták azt, hogy mennyit termelnek azok az új nódok, a régi nódok viszont még korlátlanul termelnek, ez frankó, mert nekünk ilyenek vannak. Egyébként van olyan nód projektünk is, amiben kettő is, amiben ár ö, stabilizátor működik, és egyelőre ezek egész jól tartják az árat, úgyhogy ezeket fogjuk a jövőben preferálni. Ha ez érdekel, kriptomájc tanodára tudsz írni, kriptomájc hogy ugye ez azért jó, mert nem kell megvenned önmagad egy nódot, hanem a közösséggel egy kis összeggel, kisebb összeggel is be tudsz szállni. Oké, érdemes megnézni, mit írunk az NFT-ről. Itt van a Daxio NFT Metaverse projekt, amivel foglalkozunk. Ebben van egy frankó üzleti lehetőség is, illetve ők maguk jönnek ki a játékokkal, illetve lancsolják a tokenjeiket, úgyhogy feltétlenül gyere, és ugyanúgy CryptoMinds tanoda, vagy Emma Mamasita Telegramon tudsz, hozzáférést kérni. Menjünk, nézzük, mi történik a csártom. Azt mondom, hogy sok minden nem változott. Ethereum, eterom, nál is ugye hamis lett az a kitörés végül, viszont Ethereum nem esett akkorát, ha megnézzük, akkor kb. ott van, ahol volt mondjuk itt május 1-2-án, szóval Ethereum nem annyira gáz szerintem, ugye egész jól tartja ez a korábbi szint, ugye látjuk ez a 2007 20 így többször zártunk, többször megfogta, most is nagyjából ott vagyunk. Persze, ha ezeket a szinteket elveszünk, akkor 2500, majd 2300 az eterom szintje, de én ott nagyon szívesen vásárolok eteromot a hosszú távú portfóliómba, meg az, hogy a rövid távú tradinghez is hozzá. Adok, amit ugye úgy van építve, hogy mindig hozzá tudjunk adni. Szóval, bitcoinnál kicsit rondább leszúrás, leszúrtunk olyan szintre, ahol ugye februárban voltunk utoljára nem szép, ez egy hamis kitörés volt. Hogyha ezt a szap zóna felett zárom, mondjuk 36.500 fölött zárogatunk, akkor, akkor, még ugye akkor sem múlt el a veszély, mert minél többször itt próbál, próbálkozik, annál inkább valószínű, hogy le fogja ezt törni. tehát hogy ezt le fogjuk itt törni, és lesz majd egy nagy pánik, leszúrás, ami akár lemertünk ez a 30. 2-30 ezer dollárig is. Az, hogy ez most fog megtörténni, vagy esetleg még később, nem tudjuk, de biztos rengeteg fájdalmat fog okozni. Egyébként még a bikás divergencia itt van, igaz, hogy annyira lapos, hogy, hogy ugye ezt azért nehéz úgy komolyan venni, de ez eddig adott a piacnak egy kis hópiumot. Bitcoin sortok mit csinálnak? Hát most megint elkezdtek növekedni, hurrá! Úgyhogy betettek pár, a dominancia növekszik, semmi komoly nézzünk rá, mi van a részvénypiacon. Nasdaq, hát a Nasdaq is ment ma egyet lefele. Engem. Hát azért 6% majdnem a Nasdaqom, 1000, 1000 dollár jó formán, azért nem semmi. Oké, srácok, ennyi volt így mára. Péntek, volatilitás, jön a hétvége, <laughs> úgyhogy az a lényeg, hogy ami már megtörtént, amit mondjuk a múltban megtettél és benne vagy, sok mindent én ilyenkor nem csinálnék, annyi, hogyha tehetem, akkor főleg a, a top 20-top 50 coinokhoz ilyenkor hozzávennék, de ha valamit farmolok és, és nagy veszteséget tudnám eladni, és olyan projekt, amit mondjuk hosszú távon azt látom, hogy ez életképes, akkor farmolnék tovább, mert amikor visszajön a bika piac, akkor jóval följebb a farmolt tokeneket értékesíteném. De nem pénzügyi tanácsadás, az a lényeg, hogy nyugodtság, ha most jössz a piacra, szerintem a legjobb időkor vagy a legjobb helyen, ha meg már itt vagy, akkor ebből tanulni kell, és tudni kell azt, hogy a toppon adjunk el a portfólióból, legyenek egy kis konyunk, ilyenkor meg tudjunk szépen visszaszállni a piacra, és ugye a részvénypiac is alacsonyabb, szinteket lőtt most be. Örülök, hogy itt voltál, a lájkot köszönjük, hogy az segíti a YouTube csatornáját, iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted meg, e gyere, kövess minket a Twitteren, e nézd meg a Patreon -e csatornát, hogy melyik csomag, ami ne neked leginkább megfelelő, illetve iratkozz fel a grátis webinára. Amit itt még akartam mutatni, hogy ha videók alatt, vagy bárhol, bármilyen kommenteket látsz, nagyon figyelj, mert például ezek mind scam kommentek. Látod, egyből írja, hogy mi a Telegram címe, 8000 dollárból csinált neki 14 ezeret, milyen boldog, azonnal bannolom is. Illetve itt is leírja a sztorit, hogy, hogy mit csinál a piac, meg stb., és hogy mennyi bitcoin csináltak, 0,5-ből csináltak neki 1,1-et, és hogy ezt a Larry akárkit kell kontaktálni, és még látszó 28-an belájkolják, meg itt mindenki válaszolgat alatt, hogy milyen jó ez a Larry, Na hát ez mind csalás, ha ide bármit beutalsz, azt el fogod veszteni. Ilyet még nem láttam, ami működne. És a másik, hogyha netán én vagy, vagy bárki rádír, az nem biztos, hogy én vagyok, mert mindenki használja a képemet, sajnos, és akár a nevemet is előfordul, úgyhogy legyen nagyon óvatos, nem kérünk pénzt tőled, és nem kérünk semmi olyan dolgot, hogy, hogy kattints erre a linkre, vagy éppen küldjél pénzt ide vagy oda, meg hogy kezeljük a pénzedet, nem kérünk ilyet, ezek mind csalások, légy óvatos, szóval várunk a Gratis webinárom, a Patreonon, a Twitteren, Telegramon, fantasztikus napot készülünk a volatilis hétvégére, és élvezük, hogy a kriptó még túltesíti az aranyat is most a hosszabb távon, Pezz, ezzel volatilis, és megtanulunk kereskedni, akkor ezt ki is tudjuk használni. Szia!